Szeretettel köszöntöm Önöket, a fehérvári beszélgetéseket látják. Kevés olyan rendezvény van a városban, melynek kapcsán ne találkozhatnánk Tóth Mariannával, a Városgondnokság értékesítési vezetőjével. Tényleg számos olyan rendezvény van, ahol ő tevékenykedik, közreműködik, és most öröm, hogy itt van velünk a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást, szia, Szilvia. Hát én azt gondolom, hogy nagyon régóta érik ez a beszélgetés, nem csak bennem, és hát nem csak azt szeretném ezzel mondani, hogy régóta beszélgetünk róla, hanem hogy mi már azért tényleg régóta ismerjük egymást, és hát én rengeteg helyen találkoztam már veled, mi is ugye a tévével, hogy járjuk a városi rendezvényeket, sokszor találkozhattunk, sok helyen, sokféle formában. Azért itt nálad is már több évtizedes munkáról lehet beszélni a hátad mögött. Kezdjük mindjárt az elején. Hát szerintem, nem tudom, te noteszel, naptárral a kezedben születtél, úgy jöttél a világra, hogy már akkor is terveztél, illetve kislánykorodban már tudatosan készültél arra, hogy valami ilyesmit szeretnél csinálni, amit ma? Hát nem az első vagy, aki ezt a kérdést felteszi nekem, és én azt gondolom, hogy amit én most csinálok, és amilyen lendülettel csinálom, és csináltam az elmúlt években, ezt azért nem az iskolában tanítják, úgyhogy én nagyon büszke vagyok, mert egy olyan családba születtem, ahol én ezt láttam, tehát ezt a munkásságot, egy székesfehérvári tőzsgyökeres vendéglátós családból indultam, az iskola mellett a vendéglátó éttermünkben már gyerekként segédkeztem, és azt gondolom, hogy a vérvonal, ami a szüleimtől jött ebben, hogy én ebben találtam meg önmagam, a munkám a hobbim a munkám, tehát ez a nagy szerelem, ami a munkához köt, ez a családból indult, én most is ezt tudom mondani, és mellette természetesen igen, elvégeztem az iskolákat, nem a rendezvényszervezési iskolát végeztem, hanem ugye a kereskedelmi és vendéglátóipari iskolában végeztem, és ott jött, talán ott volt az, amit megtanítottak nekünk, még a családom mellett már ezt megtanultam kiskoromban, hogy mennyire kell tisztelni a vendéget, és ez végigjött az életemen, az embereknek a tisztelete, a megrendelők tisztelete, a vendégek tisztelete, és hát én azt gondolom, hogy az, amit ez mellett még mind az iskolában, mind a családtól tanultam, az alázat, és hogy ezért szeretem, és jutottam el, talán mondhatom azt idáig. Mondod az alázatot, az alap mondjuk a vendéglátásban, kereskedelemben, meg ehhez nagyon jó beszélőkére is szükség van, én úgy gondolom, hogy neked van. Tehát, hogy én amikor téged bárhol láttalak, akkor azt láttam, hogy nagyon meg tudod győzni az embereket, hogy sokszor lehet, hogy mondjuk egy esküvő kapcsán, mert majd beszélgetünk erről is, nagyon sokféle olyan dologgal tudod erősíteni az embereket, amiben lehet, hogy mondjuk nincs bizalma, és akkor ehhez viszont kell egy nagyon erős, határozott jellem, szerintem. Ezt is Igen. hozod, vagy ez így az évek alatt fejlődött ki? Én azt gondolom, hogy ezt is hozom. Tehát ezt is hozom a családommal, édesapám, aki már sajnos nincs köztünk, de ő volt talán egy határozottabb, karakteresebb jellem, és édesanyám pedig maga ez a nagyon, ő is egy határozott, de ez a mély, meleg szívű. És ez a kettő valahogy én azt érzem, hogy bennem itt teljesen összekeveredett, hiszen én tudok nagyon határozott is lenni, de sajnos nagyon sok esetben elvisznek az érzelmeim, ami ebben a szakmában azért nem minden esetben jó, de nagyon sok esetben viszont ez vezet célra, hogy bele tudom magam élni az adott szituációkban, az embereknek az adott helyzetükbe, akár egy megrendelő, akár egy esküvőpár életébe, teljesen belefonódtam, és én azt gondolom, hogy ez is velem jött, igen. Talán ez a mérleg, amelyik hónapban születtem, a mérleg ugye a csillagjegyem, és mindig azzal érvelek, hogy olyan, igen, tehát egy kicsit olyan szélsőséges vagyok. Ezért is van az, hogy vagy nagyon-nagyon sokan nem szeretnek, vagy nagyon sokan szeretnek. És talán ebből, amit látsz, hogy igen, szeretek beszélni, szeretek kommunikálni az emberekkel, szeretem belemenni aprólékosabb dolgokba. Ez azt gondolom, hogy ez abból jött, amivel az elején kezdtem, Szilvi, hogy a hobbim a munkám a hobbim. Nincs más, ez. És mindehhez egyébként kell egyfajta ilyen, most csúnyán fogalmazva, ilyen kocka lény,
most mondok egy ilyet, mert mondjuk én például magamról azt tudom mondani, hogy kicsit mondjuk, hogyha készülök egy-egy adásra, vagy beszélgetős műsor, teljesen mindegy, akkor be vagyok táblázva, beírom a naptáromba, hogy mi újság van, hát gondolom, hogy a tiéd sokkal jobban tele van, nekem azért kicsit elvétve máshogy működik ez, és én, nekem ehhez hozzájárul egy ilyen kicsit kockásabb lény, hogy mindig betartani, mindig odafigyelni, hogy az úgy legyen, mert ha nem, akkor mi lesz, és közben meg lehet, hogy egy jó nagy rugalmasságra is szükség van neked, melyik? Hát én képzeld el, hogy mostanában kezdtem, tehát az elmúlt 2 évben azt gondolom, azt hittem, hogy a korommal jár, hogy öregszem már, és hogy igen, amit te kockának hívsz, én ezt úgy nevezném, hogy ez a standardizálás. Tehát, hogy teljesen ilyen standardbe szeretném élni az életemet, úgy szeretném a munkámat végezni, ami igen, megy egy bizonyos ideig, de aztán utána ez így kizökkent, és ott kell. Igen, nagyon fontos az, és egyébként nagyon jó lenne, hogyha ilyen standardbe, kockába tudnék, de egyébként igen, bennem van. Régen nem voltam ilyen, régen azt gondoltam, hogy mindent meg kell oldani, ami ott van, ami percekkel ezelőtt történt. Nem, megyünk tovább, csináljuk, meg kell oldani, és a megoldást keresni. Most is ezt tartom, de már sokkal jobban belevittem, igen, az életembe a kocka, tehát a standard, igen, és ezt azt érzem, hogy a megrendelőim is sokkal jobban fogadják tőlem. Mindig nagyon fontos nekik, hogy mindig ugyanazt kapják, mindig ugyanazt lássák rajtam, vagy annál még jobbat. Uh-huh. Tehát, hogy itt nem fér bele az, hogy esetleg, és visszamenve arra, hogy én mondjuk csak 2 mondatot beszélek egy partneremmel, vagy egy megrendelőmmel, mert nem így ismertek meg. Uh-huh. Kanyarodjunk egy picit vissza a mindennek az elejére. Ugye mondtad, hogy a kereskedelmi középiskolába jártál. Ott mi lett volna a célod? Tehát a vendéglátás, gondolom így, mint egy családi alap az jött, és akkor az volt a célod első körben, hogy így helyezkedj el, tehát hogy akkor még nem gondoltad túl a jövődet, hogy mondjuk ilyen rendezvényekkel szeretnél foglalkozni? Hát a cél az, igen, tehát azért is végeztem, és azért választottam az általános után ezt az iskolát, mert ugye, ahogy említettem, a családom, tehát a cél az mindig az volt, amit én otthon láttam, hogy az éttermeinkben, tehát melegkonyhás éttermünk volt, tehát ugye, hogy ott kell tevékenyen helytállnom, és aztán 98-ban sajnos édesapám nagyon hirtelen itt hagyott bennünket egy betegség miatt, és akkor úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon fiatal vagyok ahhoz, hogy én egyedül tovább vigyem ezt, és aztán jött egy lehetőség édesapám ismerettségében, ott 2 évig voltam a kereskedelemben, aztán megpróbáltam elkezdeni a saját magam kis életét, ugyancsak a vendéglátásban kisebb üzlettel, és utána kaptam egy olyan lehetőséget, amiben megtaláltam önmagamat, hogy ugye egy székesfehérvári patinás szállodába mehettem, és kezdhettem el a munkásságomat, amiben én mai napig is hálás vagyok magának a háznak, hiszen ott kezdhettem el kiélni azt, ami valójában bennem van, ezzel nagyon nagy sikereket adva a háznak, de rettenetesen nagy sikereket adva magamnak, és akkor éreztem azt, hogy elindultam azon az úton, amit talán nekem a család szánt, csak nem volt már az az erős, temperamentumos apa segítség mögöttem, és édesanyámmal pedig úgy éreztük, hogy ő mindenben a mai napig támogat, mint egy anya, és mellettem áll, de már nem egy önálló életben, tehát nem egy önálló üzletben, hanem ott elindultam, és onnan jött, onnan kezdődött ez az egész, onnan kezdődött az esküvők világa, és onnan mentem szépen egyre feljebb, és aztán mertem a nagyokat álmodni, és azt gondolom, hogy igen, hogy meg is csináltam. Megvalósítani. Igen. Kanyarodjunk vissza egy kicsit az esküvőkhöz. Hát ez nem egy egyszerű választás lehetett. Nekem azért volt szerencsém részt venni egy ilyen, illetve nem részt venni, hanem belelátni abba, hogy működik ez a
ez a világ, hogy mennyiféle szervezéssel jár, és hát ugye, ha csak egy esküvőt szervez le az ember, az is bőven elég szerintem néha egy életre, nem, hogy másokét megtervezni, megszervezni, mert hogy volt egy ilyen korszakod is, erről mesélj egy picit. Igen, volt egy ilyen korszakom, amikor igazából én a legalsó szinten kezdtem az esküvők világában, ugye a dekorációval, és azon belül is a textil dekorációval, tehát ott kezdtem el, hogy így a vendéglátás mellett egy kis kreativitás is jön az életembe, és ugye elsősorban először ugye a dekorációval kezdtem, de ahogy a párok érkeztek hozzám kiválasztani a színvilágokat, akkor egyre jobban elkezdett érdekelni az, hogy hogy képzelik el a napjukat, hogy gondolták ők ezt, mind vendéglátó szemmel néztem, hiszen nem mindig ugye nálunk tartották az esküvőt, más-más helyszínek voltak, és mindig elkezdtem tanácsolni úgy, minthogyha a sajátomat szervezném. És gondolom ez lett egy olyan szimpatikus számukra, hogy mindezért én nem kértem semmit, csak elmondtam, hogy én szerintem ezt hogy csinálnám, vagy ez hogy lenne jobb, és akkor jött az is az életembe, hogy ott abban szerettem volna még jobb lenni, hiszen tanácsokat adni azért nagyon könnyű dolog, de aztán, hogy ezt még jobban át tud adni, és még jobban azt mondják, hogy igen, ő tényleg mindenben is, hogy nagyon érdekelt ez a protokollnak a világa, tehát hogy sokszor voltam, vagy láttam esküvőket, és hogy ezt azért szebben, még meghatóbban lehetne, még bensőségesebben, és aztán ott is választottam egy utat, ahova mai napig is, most már ugye online tartjuk a kapcsolatot, de hogy a protokoláris szegmensben is szerettem volna magam továbbfejleszteni, és ez mellé betársult a dekoráció mellé még akkor egy kis szervezés, és ott pedig hát azért nem mindent egyedül, hiszen a szolgáltatók, ugye a virágostól elkezdve az esküvői ruhásig, mindenki velünk együtt dolgozott, tehát ugye a pár nem mindent én valósítottam meg nekik, és aztán utána mertem még egy nagyot támadni, és 10 éven keresztül megcsinálni Székesfehérváron az esküvő kiállítást is minden év januárjában. Igen, hát az egy nagyon nagy dolog volt mindig így a városban. Ugye igen. Kettő is szokott lenni, ugye van egy konkurens, igen, ha lehet így mondani, igen, de gondolom, hogy szépen megférte egymás mellett a kettő. Sosem éreztem, és ugye most a pandémia miatt meg a munkám nagyon elsodort, és sosem éreztem azt, hogy egymásnak konkurenciái legyünk. Én mindig azt mondtam, hogy én egy olyan kiállítást képviselek, amiben én ugyancsak szolgáltató vagyok, és nem egy szervező, aki befogadja a szolgáltatókat. Én mindig arra törekedtem minden kiállításon, ugye, hogy mint szolgáltató minél több jegyes pár érkezzen, hiszen nekünk az elkövetkezendő hónapokban nem csak nekem, hanem annak a több 10-20, akár 50-60 szolgáltatónak ez a jövedelmünk, tehát hogy ebből kellett megélni, és nem éreztem, és nem is tartottam soha egy konkurenciának, hiszen mások voltunk. Ha jól emlékszem, akkor volt, hogy egy napos volt, és utána már két napossá is fejlődött. Igen, igen, igen. Tehát egy nappal indultunk, igen, kint a Vogue-ban, aztán utána már ugye beköltöztünk a belvárosi szállodába, és akkor ott már két napos lett, igen. És hát azért tervek vannak, természetesen egy még szebb, még nagyobb és még patinánsabb helyszín azért már a fejembe van, hogyha túl leszünk itt minden pandémián és víruson, akkor igen, akkor jövőre van a fejemben egy nagyon szép és csodás helyszín a Székesfehérvárnak. Akkor lehet, hogy erről van sejtésem, hogy hol. Jó. Menjünk egy picit még akkor vissza ebbe az időszakba, amikor ebben a patinás szállodában dolgoztál, ott még milyen feladataid voltak egyébként, mert hogy te közben ott tevékenykedtél? Igen, hát ott ugye maga a rendezvények szervezése, a rendezvények lebonyolítása, illetőlegesen az esküvők nagyobb részben is a vendéglátáshoz kötődött a viszonyom. Akkor azért az is elég nagy volumenű feladatkör. Igen, de nagyon-nagyon szerettem, igen. Tehát nagyon szerettem ott is a munkámat, és nagyon jól éreztem magam abban, amit ott csináltam és végeztem. Ez az időszak, ez mit adott neked egyébként? Én amikor elköszöntem a szállodától, akkor én azt mondtam ott mindenkinek, hogy ez az időszak nekem is adott, és a szállodának is, és hogy nem vagyunk egymásnak adósai. Tehát nekem megadta azt a
lehetőséget, hogy el tudtam indulni egy olyan úton, ami a rendezvények világában egy nagyon nagy dolog, hogy a 10-20 főtől el tudsz jutni a 4-5-600 főig is, vagy az 1000 főig, amikor a megrendelőd azt mondja, hogy már 1000 főnek a szórakoztatása van a kezedben, és neki csak az a fontos, hogy az ő vendégei jól érezzék magukat, és ennek a lehetősége itt a kezedben. És én nagyon nagyot kaptam a szálloda életében, mert hogy volt helyszín, ahol ezt meg tudtam csinálni, viszont amit kaptam tőle az, hogy kinőttem, és tovább kellett lépnem, ahol a 800, 1000, 4000, 5000 vagy akár 14000 fős rendezvényeket is meg tudom valósítani. És az mindig egyre több felelősséggel is jár. Ez így van. Sokan segítenek egyébként ebben a munkában? Én nem egyedül vagyok, és én azt vallom most is, és azt tudom mondani, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat van mögöttem. Én nélkülük, én mindig elmondom nekik, egy félkarú óriás lennék, hiszen az, hogy egy csapatnál nagyon jó kell, hogy legyen a vezető, egy nagyon jó szervező. És hogyha te tudod szervezni, de ugyanúgy ott állsz mellettük, akkor minden akadályt legyőztök. Én sosem voltam az, hogy kiadtam a feladatokat. Mindig mindent együtt, ami néha nem biztos, hogy jó, amikor a megrendelő azt látja, hogy még az ételt is én viszem oda, vagy esetleg bennállok és mérem a büféasztal mögött, de én ettől soha nem éreztem magam se kisebb, se kevesebbnek, se többnek. Én azt éreztem, hogy a csapatommal együtt visszük végig, és azt a dicséretet, vagy azt a negatívum, vagy kritikát, amit a végén kapunk egy rendezvénynek, mi mind közösen. Tehát én soha nem magam. Én nélkülük egy félkarú óriás vagyok, és ugyanez volt a szállodai életemben is, hogy ott is egy olyan csapattal dolgozhattam együtt, akik nélkül, nekik voltam a leghálásabb, hogy nem jutottam volna el eddig. Hiszen ha nincs mögötted egy tím, egy csapat, aki ugyanabban az irányba megy, amerre te akarsz menni, és ugyanakkora erő van bennük, akkor én bármilyen falakat ledönthetek, egyedül nem fog menni. És ez nagyon fontos. És most is ebben vagyok, szerencsére. Akkor beszéljünk egy kicsit a jelen helyzetről. Ugye mondtam a felvezetőm, hogy Városgondnokság értékesítési vezetője vagy, és ez nagyon sok mindent takar. Köztük ugye a Moll Aréna Sóstó is egy nagyon nagy falat és feladat. Igen, hát így van, itt vagyok a Városgondnokságnál, és hát minden, sokan megkérdezik, mert hogy így, ahogy az elején kezdted, hogy sok rendezvényen találkozni velem, hogy mindenhol te vagy. Hát igen, mindenhol, ahol éppen esetleg segíteni kell, én mindig ezt mondom, hogy mi ott vagyunk csak, mint Városgondnokság, nem csak, de mi ott vagyunk, ahol segíteni kell. És így van, amikor talán én azt gondolom, hogy remélem, hogy ez most már a legnagyobb lehetőség volt az életemben, adódott nekem 2018. szeptemberében, hogy októbertől a stadion, a Moll Aréna Sóstónak lehetek a rendezvény szervezője, akkor azt gondoltam, hogy nincs mind gondolkodnom, hiszen 500, 800, 1000, több ezer fős rendezvényeket tudok ott bonyolítani, és hát 9 év után ugye megléptem és elváltam, és azóta ugye itt vagyok, 2018. októbere óta. Nagyon jó az aréna, nagyon szeretjük, most már ugye a vendéglátás szegmens is hozzánk tartozik, nagyon szép terek vannak benne, és nem csak futballmérkőzésekre lehet ugye ezt a stadiont használni, hanem nagyon fontos, hogy elindult benne egy közösségi tér. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy szinte most már egy picit, hogy van engedés, de ugye azért az emberek szeretnek kimozdulni, a cégek próbálják ugye összetartani, vagy újabb lehetőségeket kialakítani, és ehhez mi mindennek megfelelünk, még most a járványhelyzet ideje alatt is a nagy terekkel, hogy bármennyi, ha csak 20 fő is, de teljesen, azt mondom, COVID-mentesen, de tudjon beszélgetni, akár egy napi menü ebédet elfogyasztani, és ez mellett pedig hát készülünk arra, hogy bízunk benne, hogy évvégén lesznek rendezvények, és hát ugye a városnak a másik része, ami ugye a királyi napok és ezeknek a technikai oldala, amit ugye megkapunk a program mögé, ennek a része is nálam van, vagy akár egy nyári tábor, tehát minden olyan, ami értékesítéssel a Városgondnoksághoz tartozik, abban ugye teljes egészében ott kell lennem, és helyt kell állnom.
Egy picit beszéljünk a teljesen közelmúltról. Ugye a Moll Arénát illetően volt egy foci EB-nk, ugye volt ott egy kis rajongói, szurkolói rész, amit szintén vittetek. Igen. És nagyon jó volt, iszonyatosan nagy kivetítő volt, és tényleg igen, volt hangulat. Meg hát itt volt a királyi napok, ugye most igen, éppen, hogy most fejeződött be. Hogyan értékeled, mennyire volt sikeres? Nyilván lehetett volna más is, hogyha mondjuk a járványhelyzet nem szól közbe, akkor nyilván máshogyan szervezitek, de azért így is sikeresnek mondható. Én ahogy beszélgettünk róla, tehát, hogy nagyon jó dolog, amikor azt tudom mondani, hogy egy nagyon jó csapat van mögöttem. Egyébként a csapatban szerintem a legjobb tag az ügyvezetőnk, akinek folyamatosan ötletei vannak, és akkor azokat ugye valósítsuk meg. És például az EB teraszunkra visszatérve, ugye ezt terasznak hívtuk, ez az ő fejéből pattant ki, ugye a Városgondnokság ügyvezető, milyen jó lenne, és el nem tudtam képzelni. Tehát gondolj bele, én, aki nem értek a focihoz, ott vagyok közöttük most már lassan 3 éve, de persze szeretem, de nem értem, tehát hogy miért vonz ez tényleg annyi embert, és én nem hittem benne. És ő mondta, hogy hát pedig ez milyen jó lenne, és ugye hát a városnak már ugye van saját letfala, és akkor tovább gondoltuk, hogy ezt hogy tudjuk megvalósítani. Én azt gondolom, így csak nagyon röviden lezárva az EB-t illetően, hogy szerintem a pandémia után nagyon jó érzés volt a magyar válogatott mérkőzésein annyi embert ott látni, annak ellenére, hogy én egy-egy magyar gólnál a sörpadjainkat szerettem volna megvédeni, és azon idegeskedtem, hogy ja Istenem, most ezt miért döntik fel, és akkor ugye mondták, hogy jó, most ez egy foci meccset néznek, úgyhogy nyugodjak meg. De hogy nagyon, nagyon jó volt, és nagyon nagy teret adtunk annak, hogy elkezdett ez a tér élni, és nagyon sokan érdeklődnek utána, különböző eseményeket szeretnének rajta szervezni. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy jó kiindulási pont volt arra, hogy igen, ott kint a Sóstón, az arénánál is van terület, amit be lehet lakni, lehet élni, egy gyönyörű környezetbe, tehát tényleg annyira szép környezetbe vagyunk. Úgyhogy én azt pozitívan zárom. A királyi napok pedig szerintem az, hogy kaphattunk egy lehetőséget, hogy látogatható legyen, ott azért a szervezés részéről ugye volt AB verzió, tehát ugye ott az SKK programszervezőivel nagyon szoros az együttműködés minden ilyen városi rendezvénynél, és ott ugye nagyon, nagyon oda kellett figyelni a COVID-helyzet miatt, de hát boldogsággal töltöttem mindenkit, hogy feloldották, és lehetett védettségi kártya nélkül ugye ezeket az eseményeket látogatni, mert amennyiben ugye megmaradt volna ez a tartás, a Bregyó Sportközpontban került volna megrendezésre, és szerintem nagyon jó érzés volt. A legjobb örömöm, vagy a legjobb az egészben az volt, hogy végre volt öreghegyi mulatság. Lehet, hogy a két koncert, vagy esetleg a két előadás összecsúszott, ugye, hogy közben itt a belvárosban is volt, de jó volt végre látni azt, hogy tényleg örülnek az emberek, és kint vannak, és jönnek. Nekem pozitív volt, mindig van mit javítani, természetesen leszűrtük, és megvoltak a különböző beszélgetések, ahol ennek helye van, platformokat megnyitottuk, van min változtatni, azon vagyunk, hogy jövőre még jobb legyen. Igen, és gondolom, akkor ilyenkor születnek az újabb és újabb ötletek, mint ahogy mondtad, persze, ugye a Moll Arénánál, hát ha esetleg ott más külső rendezvényeket is lehet így rendezni. Van. És még nagyobbakat próbálunk, igen. Hogyha az arénára visszamegyünk, ott azért volt egy szerintem kiemelendő rendezvényetek, amit évről évre igyekeztek megszervezni, és most már sajnos ugye az utóbbi, ha jól emlékszem, 2 azért az online térbe szorult, ez a Mozdulj Fehérvár. Igen. Hát az is egy nagyszerű rendezvény volt, hát az is több ezreket mozgatott meg, és hát nem lehetett egyszerű a kitalálása sem. Hú, szív, nagyon felkészült vagy, és zavarba is hozol, mert hát igen, ez így egy picit, ez ilyen, nem azt mondom, hogy mostoha gyerekem, mert nem mondhatom ezt. Hát igen, ő most egy picit az online térbe mozdult, hát igen, Mozdulj Fehérvár. Szerintem az életemnek az egyik olyan eseménye volt, amit hogyha 15 évvel ülünk itt, akkor biztos, hogy nem gondolok arra, hogy én egyszer egy sporteseménynek leszek a kitalálója, a tulajdonosa a névnek, pont ennek, hogy Mozdulj,
mert hogy mindig, tehát hogy vagy valahol, hogy futni fogok, vagy egyáltalán bármilyen sportmozgást kipróbálok, hiszen mindig a molettek, hogy így a nők szempontjából éljük. Hát ez a mozdulyfehérvár az életem korszakának egy olyan eseménye, amikor sok munka, ugye, amivel kezdtem, hogy a munkám, a hobbim, és elment az egészségről a teljes figyelmem. Aztán jött egy figyelmeztetés, aztán jött egy intenzív pár napra, aztán ott megmutatták az irányt, és akkor jött egy mínusz 50 kiló fogyás, ami még hozzá kellett, és ott megtaláltam a sportban a munka, a stressz, a feszültség, az egészség közötti harmóniát, és akkor azt mondtam, hogyha másért nem, akkor azért meg kell csinálnom ezt a rendezvényt, mert hogy szeretném elmondani, vagy átadni nagyon sok olyan embernek, aki ezzel küzd, és aki azt mondja, hogy a munka mellett nem lehet így az egészség, tehát a sportot összeegyeztetni, és hogy az egészség, igen, a Mozdulyfehérvár, azt gondolom, hogy a második életem, igen, amikor jött a jel, és egy figyelmeztetés volt, és ott egy teljes életmódváltást kellett, aminek most egy részét még ugyanúgy tartom is, és talán most már vissza tudok újra térni az edzőterembe, és igen, a Mozdulyfehérvár talán az új életemnek a gyermeke. Mondom én, aki soha nem gondoltam volna, meg kettes voltam testnevelésből, tehát szerintem ennél többet semmi nem mond el rólam, de igen, arra nagyon büszke vagyok. Akkor ezek szerint ennek is lesz folytatása. Igen. Reméljük, hogy akkor igen, jövőre mennem az online térben. Ha mindennek vége, és ez a vírus itt hagy végre minket, és elmegy, és tényleg ugye a Városgondnokság részéről itt a pandémia alatt nagyon, nagyon nagy részese voltam, meg vagyok az egészségügynek, nem csak a cég miatt, hanem ugye a magánéletben is, hogy most már tényleg, hogyha elmegy, akkor újra szeretnénk ezeket visszahozni. Csak már menjen, mert mindent korlátoz. Tehát nagyon sok mindent korlátoz, és akkor újra, akkor még jobban. Volt tervemben, megsugom novemberre, de elvetettem éppen azért, mert hogy naponta látom, hogy sajnos a számok nem azt mutatják, hogy itt akar bennünket hagyni ez a csúnya vírus, hanem hogy még egy picit szeretne nálunk vendégeskedni, és ezért elengedtem, de jövő tavasszal mindenképpen ott van a terveimben, és akkor remélem, hogy még sportosabban, most nem mondom, hogy a vágyam az, hogy egyszer egy ultrabalatonon részese legyek egy csapatnak, és tudjak futni, de köszönöm, és tényleg most nagyon, nagyon el is gondolkodtam, hiszen ez a Mozdulyfehérvár most egy picit úgy el is tűnt az én életemből, és köszönöm, hogy ezt felhoztad, nagyon jól esik. Most jönnek ugye sorba itt, hát ugye pont mondod, hogy ennyire lehet, hogy korlátozva leszünk újra, de nektek azért nagyon előre kell gondolkodni, ugye gondolom, bizony, hogy már van egy csomó minden a tarsolyotokban, Városgondnokság részéről is, és a többi, hogy ez most mennyire kell, hogy mondjuk egyik napról a másikra tudjatok tervezni. Mi már a karácsonynál vagyunk, tehát ugye most még, ti még az iskola kezdésre gondoltok, ugye, mi már a karácsonynál vagyunk, tehát mi már az adventi vásárnál, a karácsonyi rendezvényeknél, mi már abban gondolkodunk, hogy mit, hogyan tudunk megvalósítani, maga ugye a nagy cégek, akik ugye a karácsonyi eseményeiket próbálják szervezni, napi szinten érdeklődnek, de nem tudunk, tehát minden nap változik, minden nap újat. Hát ez lesz egy nagy kihívás, igen, amikor meg kell tudni oldani, ha egy olyan korlátozás jön, ha mindent feloldanak. Most a tapasztalat egyébként, amit látunk, hogy nagyon-nagyon sok a munkánk, nagyon sokat dolgozunk, mert hogy mindenki szeptemberben szeretne mindent megvalósítani. Tehát azt gondoljuk, hogy nincs utána. Én azt látom, hogyha betartottuk azt, amit kértek tőlünk, akkor ezen szépen túl tudunk lenni. Mm-hmm. És akkor minden mehetne a maga útján, de ez nem rajtunk múlik. És ebben nekünk, én azt gondolom, aki a rendezvényszegmensben dolgozik,
a legnagyobb kihívás az az, hogy azonnali adhok jelleggel újra kell gondolnod, hogy oldod meg, nem mondhatod vissza, a védekezés, a maszk, a készfertőtlenítő, behozhatod, védettségi kártya, hogy ellenőrzöd, szigorúan ellenőrzöd, ki a szervező, ki hova, ez a nagy munka. Mert maga szabadtéren, hogyha ugye most már azt gondolom, hogy talán a szabadtérrel nem lesz tiltás, a vásár tud menni. De hát a vásárban is, ugye, hogy kijönnek-e az emberek, kisétálnak-e, vagy mit tett? Szerintem biztos, hogy sok embernek ott van. Én nagyon sokszor felteszem mindig a kérdést magamban, hogy olyan jó lenne leülni így, akik ebben így részt vettek az elmúlt 19-20 hónapban, és úgy megkérdezném úgy mindegyünktől, hogy neked mit adott, vagy mit vettél? Tehát, hogy biztos, hogy hogyan mentek tovább, mert hogy sokat adott megtanulni percenként dönteni, és döntéseket hozni, és nekem számomra ez teljesen egyértelmű, hogy azért vállalni is a felelősséget, viszont most ugyanezt kell megugranunk, és ez tényleg naponta. Tehát de hát ezt mondom neked, aki te ott vagy, és tudósítasz róla, ott vagy mellettünk, látod, mert ugye más csak azt látja, hogy de jó, hogy ezt is megszervezték, igen, csak ennek volt AB verziója, és még mi sem tudtuk, hogy ez mi lesz, és ez a nagyon nagy munka. Igen. Épp igaz Krisztályékkal beszélgettünk erről, hogy ABCDZ verziók most vannak. Most már igen. Tegyük fel azt, legyen kerek és szép vége a mai beszélgetésnek, tegyük fel azt, hogy itt mindjárt mindennek vége van, és kezdhetitek a nagy dolgokat. Milyen nagy álmod van még, amit szeretnél megvalósítani, miről esetleg szabad beszélni? Hát a legnagyobbik álom, amiről ugye már beszéltem, hogy én azért nem felejtettem el azt, hogy honnan kezdtem, és azért az esküvők világa, sok-sok szolgáltató partner összefogása, és amikor lehetőség van egy csodálatos helyszínen lévő megszervezése, ez a legnagyobbik álmom, amikor országosan lehetne Székesfehérváron országos szolgáltatókkal egy esküvők kiállítás, hiszen a hely adott. És még egy nagyon nagy álom, ami bízom benne, hogy nem csak álom marad, az pedig az, hogy ebbe a fehérvári gyönyörű stadionba egyszer egy nagy koncertet szervezhessek a lelátókat teletéve 14 000. Hát 14 000 emberrel nem is tudnék, mert a színpadnak kell hely, de megvan már a színpad helye is, hogy még a pályát se bántanám, és 10 000 emberrel. Igen. De ebben csak az volt a furcsa, hogy azt mondtad, hogy egyszer. De én abban biztos vagyok, hogy ha ezt egyszer megszervezed, akkor utána. Akkor remélem, hogy mindenki hinni fog bennem, hogy ezt meg lehet csinálni. Most még vannak akadályok, de bízom benne, hogy ezek az akadályok, vagy hogy mindenki elhiszi azt, hogy ezt tényleg meg lehet úgy csinálni, hogy a fű se sérüljön, hiszen csak a fű ebben a stadionban. Én csak azt mondom, hogy csak a fű, de másnak ez egy nagyon nagy dolog, hogy a fű sem sérül, és igen, az, hogy 10 000 embert szórakoztatni, ha még csak 2 órában is, de annak a bejuttatása, a leültetése, az egész szervezése, és hát mindenképpen természetesen egy külföldi előadóval. Ez a legnagyobb álmom talán, hogy ebben egyszer az arénában, vagy ebben az arénában, ebben a fehérváriban ez a nevemhez kötődjön. Én szerintem ez egészen biztosan már most aláírható, hogy ez így lesz. Téged ismerve ezzel a határozottsággal, én nagyon szurkolok, hogy összejöjjön. Köszönöm szépen. Minden álmod a jövőre nézve, és hát azt kívánom, hogy itt a COVID-helyzet a jövőben ne gátoljon titeket a rendezvények megszervezésében, és ne okozzon nehézségeket. Hát akkor tudunk együtt nagyokat alkotni, így van. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Kedves nézőink, Tóth Marianna, a Városgondnokság értékesítési vezetője volt a vendégem. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!